Köszöntöm Önöket! Az önkormányzati elismerések mellett számos egyetemi kitüntetést adtak át szeptember 1-én a Pécsi Nemzeti Színházban, ahol közösen tartotta a város ünnepi közgyűlését és a Pécsi Tudományegyetem tanévnyitó szenátusi ülését. A következő órákban Pécs város ünnepi közgyűlését láthatják felvételről. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeim, sok szeretettel köszöntjük Önöket Pécs megyei város önkormányzatának ünnepi közgyűlésén és egyben a Pécsi Tudományegyetem tanévnyitó ünnepi szenátusi ülésének közös eseményén. Szíveskedjenek felállni az elnökségbe volt. Kérem Önöket, énekeljük el közösen a himnuszt. Isten képviselőinket, a város, a megye és az egyház notabilitásait, a Pécsi Tudományegyetem szenátusát, a díszpolgárokat, a testvérvárosok és a diplomáciai testületek képviselőit, az ünnepi eseményen résztvevő kitüntetetteket és valamennyi kedves vendégünket. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, és szeretném külön köszönteni és egyben bemutatni az elnökséget. Főtisztelendő és excellenciás Udvardi György, veszprémi érseket, pécsi apostoli kormányzó. Bódis József, felsőoktatásért felelős államtitkár, az egyetem megtisztelőjét emeljük számára. Páva Zsoltot, Pécs megyei jogú város polgármesterét. Kisebb Attilát, a Pécsi Tudomány Egyetem rektorát. Kovász István, Pécs város jegyzőjét. Az egyetem kancelláriát.
oktatásért felelős államtitkárra, a Bécsi Tudományegyetem protektorát tartsa meg mindenki köszöntőjét. Jó napot kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim! Eminenciás érsek úr, polgármester úr, rektor úr, jegyző úr és kancellár úr, tisztelt oktató hölgyek urak, kedves hallgatók! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy ma én köszönhetem Önöket több okból. Egyrészt azt gondolom minden jelenlevő tudja, hogy az elmúlt évtizedek Pécshez kötöttek, és ez a kötelék nem változott azóta sem. Nagy élmény volt a Pécsi Egyetem élén két periódust megélni, és sok olyan dolgot csinálni, amiben bízom benne, hogy az egyetemnek és egyben a városnak sok tekintetben a jövőjét is jelenthette. De ma nem ebből az apropóból szólhatok. Ma szólhatok abból az apropóból, hogy a felsőoktatás életében egy szervezeti jelentős változás következett be, éppen a mai naptól. Az tiszta véletlen, hogy ez egyben a Magyar Felsőoktatás napja, az viszont nem véletlen, hogy egyben egy olyan egyetem és egy olyan város akadémiai évindító napja, amelyiknek történelmi gyökerei vannak. A történelmi gyökér nem más, mint 1367, akkor volt a magyar társadalomban a legnagyobb tudományos, kulturális innováció, mai modern szóval élve. Hiszen az akkori döntéshozók döntése nyomán ez a nép, ez a nemzet elindult a társadalmat tudományos alapokon építő nemzetek útján, társadalomépítés útján. Meggyőződésem, hogy az a szellemi tőke, amely már előtte is jelen volt, és azóta egyre nagyobb mennyiségben és minőségben van jelen, meghatározója az itteni emberek életének. De az egyetemi lét az nem csak helyi idézőjelben csak és helyi dolgokról szól, hanem pontosan az egyetemes világról, az egyetemi világról szól. A felsőoktatás az, amelyik a társadalomnak azt a felkészült csapatát, embercsoportjait adja, amelyik előre viszi a fejlődésében. És itt ezt nem lehet leszűkíteni csak tudományos eredményekre, nem lehet leszűkíteni csak kulturális eredményekre, nem lehet leszűkíteni csak sport és egyéb eredményekre. Ez egy össztársadalmi eredmény, össztársadalmi lét és annak a fejlődése. Akkor, amikor egy több mint 2000 éves városban és egy több mint 650 éves egyetem akadémiai évét megnyitjuk, akkor erre nekünk büszkéknek kell lenni. De a büszkeség az csak annyira kell, hogy elég legyen, hogy felelősséget vállaljunk a mai napi történésekhez. Minden nap abban a tudatban kell élnünk és dolgoznunk, hogy itt vannak előzmények, amelyek tisztetet követelnek. De van egy olyan dal, hogy ma van a holnap tegnapja, úgy kell élnünk ma, hogy holnap, amikor a mára emlékeznek, akkor tudják felsorolni azokat az eredményeket, azokat a tényeket, amit mi ma hozzáteszünk a jövőhöz. Tesszük ezt egy olyan világban, olyan közegben, amikor a felsőoktatás koncepcióját, stratégiáját egy fokozatváltás címet viselő mű hordozza. Annak számos történése már a múlté,
De vannak feladataink, amelyek a jövőt szolgálják. Ebben kiemelt jelentőségű lesz az úgynevezett Bologna folyamat tartalmi revíziója. Sokan sokféleképpen vélekednek a Bologna folyamatról, amely ebben az évben 20 éves, és azt gondolom, hogy nagyon sokszor kritikával is szolgál mindaz, amit a Bologna folyamattal kapcsolatban mondanak, ugyanakkor nézzük az előnyeit, és az előnyei mentén hozzuk ki belőle azokat a tartalmi változtatásokat, amelyek a jövő felsőoktatását fogják meghatározni. Általában az egyetemek a tudományos gondolkodás, a tudományos munka műhelyei. Így volt ez régen, így van ez ma, és így lesz a jövőben is. Ugyanakkor a mai elvárás az nem elég, mai elvárás nem elégíti ki az, hogy tudományos kutatásokat végzünk, hanem egyre inkább megerősödik az az igény, hogy ebből hasznosítható, minden ember számára hasznosítható, a mindennapi életében érezhető folyamatok legyenek. Erről szól az a lépés, aminek eredményeként mától más szervezeti keretekben működik a felsőoktatás irányítása, és erről szól az is, hogy a magyar történelemben először létrejött egy olyan minisztérium, amely a nevében is viseli az innovációt. Gyakran beszélünk innovációról, ugyanakkor ezt sokszor technikára szűkítjük le. Pedig abban a rendszerben, amiben mi élünk, tehát az oktatásban, ugyanúgy szükséges az innováció, mert ma mások az elvárások, mások az igények, és úgy gondolom, egy olyan város, olyan egyeteme, amely történelmi múltra tud visszatekinteni, és több mint 650 évvel ezelőtt létrehozta a legnagyobb társadalmi innovációt, joggal áll pozitívan ezen kihívások elé. Talán még egy szempontot muszáj említenem ezen a helyen. Úgy gondolom, hogy a nemzetközi értékesítés terén a mi városunk, a mi egyetemünk egy olyan lépést tudott tenni, amely megváltoztatta a város atmoszféráját, nem csak szellemi, hanem gazdasági tekintetben is. Én úgy gondolom, hogy a közeljövőben olyan programokat tudunk letenni az asztalra, illetve ezek a programok már kialakultak, körvonalazottak, most már végre kéne hajtani, amelyek a Science Parkkal kapcsolatosak, amelyek pontosan azt a munkát végzik el, ami a tudomány és a gyakorlati élet között van, innovációval és minden egyéb más tevékenységgel. Én ehhez kívánok mindenkinek sok energiát, sok-sok érdekes pillanatot és sok eredményt. Köszönöm, hogy meghallgattad. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagy öröm számunkra is, hogy nyáron megújítottuk a színpadunkat, és külön megtiszteltetés nekünk is, hogy ezen a gyönyörű felújított színpadon adhatunk helyet az ünnepi közgyűlésnek, és felkérem polgármester urat, az új színpadon nyissa meg az ünnepi közgyűlést, és tartsa meg a nyitó beszédét. Excellenciás érsek úr, igen, tisztelt rektor úr, tisztelt miniszter úr, tisztelt államtitkár úr, tisztelt rektor úr, kedves képviselőtársak, tisztelt közgyűlés, tisztelt ünnepi szenátus, kedves pécsi polgárok, hölgyeim és uraim! Nagy öröm számomra, hogy újra itt együtt lehetünk ezen a fontos napon, Pécsváros ünnepnapján, szeptember 1-én. És külön öröm számunkra, hogy nagyon sokan tisztelték meg rendezvényünket, programunkat,
és csak néhány fontos küldöttséget, vagy szemét, hadd említsen meg ebből a körből, akik itt vannak most jelen. Külön köszöntöm Bosznia-Hercegovina budapesti nagykövet asszonyát, a testvérvárosaink küldöttségét, a Törökország bejövő kerületéből, Eszék, Olomouc, Tuzla és Újvidék városaiból. Tisztelettel köszöntöm a díszpolgárainkat, kancellár urat, városunk jegyzőjét, országvési képviselőket. Tisztelt hölgyeim és uraim, ez a nap 28 éve a város ünnepnapja. 91-ben voltunk együtt így ilyen alkalommal először, amikor emlékeztünk arra jeles napra, hogy Pécsett ezelőtt több mint 650 évvel, ugye akkor még nem volt ilyen évszám előttünk, ünnepeltük az egyetem alapítását. És ez egy olyan szimbolikus dolog szerintem, amire mindig érdemes kitérni, mert a város és az egyetem tényleg egy közös szimbiózisban, közös érdekek és értékek mentén működő intézmény, és valóban fontos az, hogy erre a napra, mint egyfajta identitásképző napra is emlékezzünk, és ilyen értelemben tisztelet érdemel egyetemünk. És két éve, amikor volt a jeles évforduló, a 650-es évforduló, akkor ugye közösen tettük meg ezt a megemlékedési ünnepséget, és azóta már hagyományá nőtt, hogy együtt ünnepünk a egyetemünkkel, ezért is jelezve a közös érdekeket és értékeket. Köszönet érte rektor úrnak és csapatának, hogy ezt a lehetőséget megteremtették számunkra. Az idei nap egy picit persze eltér a korábbiaktól, nem csak azért, mert egy évvel, tehát a tavalyi évhez képest, hanem azért is, mert ez egy ciklusszáró ünnepi közgyűlés. Ugye ezelőtt 5 évvel kezdte meg a működését az új közgyűlés, és idén ebben a formában, ünnepi közgyűlés keretében utoljára vagyunk együtt. Tehát egész biztos, hogy október 13-a után új polgármester és új testület lesz az, amelyik a stafétát átveszi a mostani csapattól, és viszik tovább ezt a megbízatást, amit eddig mi szolgáltunk. Tekintettel arra, hogy egy picit időszűkében vagyunk, én most nem tennék, bár egyébként adott esetben illendő volna egy akár tételes felsorás, hogy mi történt 5 év alatt, erre most nincsen módunk. Arra azonban utalnék röviden, hogy a ciklus második felében egy régi problémának tudtunk a végére állni és megoldani, nevezetesen a közgyűlési költségvetést sikerült stabilizálnunk és egyensúlyt létre, hál' Istennek ebben a tekintetben, ami egy picit több mozgástérre járt számunkra mindenképpen. És mindeközben sikeresen tudtunk élni uniós forrásokat a lehetőségeinkkel, és menet közben még a ciklus első évében egy új lehetőség is jelentkezett a Modern Városok program keretében. Új forráshoz tudtunk jutni, és ilyen értelemben tovább bővültek a város lehetőségei a fejlődést illetően. Ebben a tekintetben megint csak vissza kell nyúlni az alapítókhoz, hogyha az egyetem alapító Koppenbachi Vilmos vagy Nagydaros király fentről néz bennünket, akkor biztos csettinten örömében, ha látná azt az egészen elképesztő hatékony és komoly együttműködést, ami épp a Modern Városok program kapcsán alakult ki egyetemünkkel, és valóban egy olyan együttműködésre került sor, amelyre korábban közel 90 éven keresztül szerintem nem volt példa, úgyhogy mindenképpen egy fontos dologról van szó tehát. Készülvén a mai napra egy idézettel próbálnék most egy emelkedettebb dologra utalni, ami nem lesz ismeretlen sok ember számára. Pécs európai város, amely hagyományánál fogva összeköti az embereket, összeköti dél és észak, kelet és nyugat kultúráit, vallási örökségeit, nyelveket. Az öt templom városában mindenki otthon érezheti magát, mindenki barátra, közössége lehet, minden ember személyében is értéket képvisel. Az ezeréves egyházmegye központja egyben a vallásfelekedetek és a nemzetiségek párbeszédének városa is. És a magyar nemzet jelentős városa, amely tisztel és ápolja a magyar történelem és kultúra legszebb hagyományait, találkozási pontja Magyarország sokszínű kulturális törekvéseinek. Eddig az idézet, ez a citátum
2011 áprilisában jött létre, amikor a közgyűlés az úgynevezett húsvéti nyilatkozatot fogadta el, és ebben tett hitet városa mellett. Úgy gondolom, hogy ez a szöveg, ami nyilván hosszabb ennél, ez csak egy rész volt, amit kiemeltem belőle, ez minden pécsi polgár számára egyfajta zsinórmértékű szolgál. Ugyanakkor nekünk, politikusoknak, képviselőknek, polgármesternek, személy szerint nekem is egyfajta politikai hitvallást, politikai krédót is jelent. Itt most meg is állhatnék egy pontot téve a dolog végére, de nem teszem, mert ezt sajnos folytatnom kell ezt a gondolatmenetet. Ugyanis én úgy gondolom, hogy mi, mindannyian, mi pécsi politikusok és képviselők különösképpen e város polgáraiként a városunkat kell szolgálnunk. Erre teszünk esküt minden ciklus elején egyébként, tehát kötelességünk is túl az erkölcsi parancson túlmenően. De azt is láthatjuk, hogy sok esetben, és lehetne példákat is mondani, a pártpolitikai megközelítés megelőzi a pécsi mi voltunkat, ami szerintem nem helyén való, mert ilyen értelemben másfajta normák alapján kezd el egy politikus működni, mint egyébként illendő volna pécsi polgárként, és vélt vagy valós ellenfeleket keresve nem a pécsi ügyeknek a megoldása vedett ilyenkor a politikusokat, hanem az, hogy miképpen tudnak borsot törni mondjuk a miniszterelnök, vagy bármilyen nekik nem szimpatikus politikai párt orra alá. Szerintem ez nem helyén való dolog. A imént idézett húsvéti nyilatkozat is, és a politikai eskünk nem erre kötelez, tehát kívánom azt, hogy ez a sorrendcsere, ez ne jellemezzen senkit a későbbiek során. Ezt most teljesség félrejtés, nem véleményként mondtam, mielőtt bárki félrejtett, nem ez a véleményem, bár az is egyébként. Azért mondom, mert ez tapasztalat. Amikor korábban polgármester voltam, volt két olyan év a közgyűlésnek, amikor folyamatosan csatatér volt a politikai tekintetben a pécsi közgyűlés. Ezt szeretném elkerülni, és a városnak ezt nem tett jót, hozzáteszem. Tisztelt ünnepi közgyűlés. A mai nap azért is fontos számunkra, mert jeles pécsi polgároknak, vagy olyan nem pécsi életet folytató nem pécsieknek adunk át kitüntetéseket, akik a város érdekében, a város hírnevét illetően sokat tettek, és sokat munkálkodtak a korábbiakban. Ezek sokszor életművek, sokszor egy adott teljesítményt értékelő elismerések, azonban azt el kell mondjam, hogy nagyon nagy büszkeség számunkra, pécsiek számára az, hogy mindig olyan elképesztő merítési lehetőség van, hogy kit kellene kitüntetnünk, hogy tényleg komoly viták folynak, hogy ki kerüljön be a kitüntetettek körébe és ki ne. És tényleg nagyon nehéz igazságot tenni, mert nyilván ebben szubjektív dolgok is belejátszanak, de az egészen biztos, hogy akárki is kap kitüntetést, vagy ma, vagy korábban kapott, mindenképpen számunkra az példa, hogy ezek a személyek olyan fajta teljesítményt nyújtanak, ami egyúttal követendő és elismerésre méltó példa mindannyiunk számára. Püspök úr fogalmazott a mai szentmisén reggel, hogy ez a nap egy erőforrás lehet számunkra. Az erőforrás egyik legfőbb eleme, legfőbb motorja, mondjam így, azok a személyek és azok az életpályák, amiket a mai napon kitüntetni fogunk és elismerni fogunk, hogy még egyszer köszönet érte és előre is gratulálok minden kedves kitüntetett számára e szép nap alkalmából. És van még egy dolog, ami hát egy picit keserédes, mondjam így, feladat számomra, ez pedig az, hogy ugye hallottuk a hírekben és sokan tudjuk, azt hiszem mindannyian, hogy szeretett György püspökünk eltávolodik, és egy új kihívás elé nézve Veszprémben érsekként folytatja szolgálatát, ami nyilván egy komoly elismerés, és őszinte gratuláció a részünkről érte, részemről is nyilvánvalóan, de ugyanakkor egy picit szomorkás vagyok, mert egy nagyszerű együttműködés ilyen módon lezáródik, hiszen püspök úr 11 óta, tehát 8 éve szolgál Pécs városában, és meg kell mondjam, hogy egészen elképesztő és példátlan jó kapcsolat alakult ki, amire senki nem gondolt talán a kezdet-kezdetén. És most ezen alkalmat megragadva szeretnék hivatalosan is búcsút venni tőle mindannyiunk nevében, Pécs város minden polgára nevében. Megköszönve a nagyon sikeres elmúlt éveket, a szorgalmas, szorgos időszakot, a közös sikereket, és kívánom neki, kívánom számára azt, hogy az új
feladat tekintetében találja meg azt a legjobb megoldást minden tekintetben, ami számára is, és az egyházmegye számára is, az új egyházmegye számára is jó lesz. Isten áldását kérem az püspök úr számára. Önöknek pedig még egyszer köszönöm szépen az együttműködést az elmúlt 5 évre, köszönöm szépen a közgyűlés tagjainak a sokszor viták menti kooperációját, segítségét, és kívánom, hogy az a rendület, ami Pécset most az elmúlt években jellemezte, folytatódjon az új ciklusban is. Ezt kívánok, sok sikert mindenkinek, boldog születésnapot Pécs városa! Színházi szokás szerint mindig az ügyelő hívja a szereplőt a színpadra, én most átveszem ezt a szerepet, és megkérem Visete Attila, a professzor urat, a Pécsi Tudományi Egyetem rektora, hogy tanévító ünnepi beszédét tartsa meg. Kormányzás püspök úr, miniszter úr, államtitkár úr, polgármester úr, kancellár úr, jegyző úr, főkapitány urak, mindenki, aki a teremben van, kezdhettem volna ezzel. Egy tanévnyitő ugye elsősorban tanév megnyitásáról szól, és ez egy közös ünnepségünk most már hagyományosan a városon. Reggel, amikor bejöttem autóval, csendes volt a város, az utak kihaltak. Holnapi naptól én azt gondolom, hogy visszakívánjuk azokat a nyári napokat, amikor akadálytalanul közlekedhettünk befele. Különösen az első hetekben megszállás lesz, hallgatók tömkelege, ilyenkor még a hozzátartozók is szép számmal felelhetők a városban fogják előzönleni a várost. A tanévnyitó persze elsősorban a hallgatóknak szól, de szól az oktatóknak is, és én úgy érzem, hogy olyan szinten összenőtt az egyetem a várossal, hogy természetesen minden Pécsinek is szól. Ez a második tanévnyitó, amit alkalmam van tartani, és az első a reményekről és a fogadkozásokról szól. A másodiknál már el kell gondolkozni egy kicsit azon is, hogy vajon sikerült-e jobb pozícióba hoznunk az egyetemet ahhoz, hogy az aktuális tanév elé jobban felkészülten nézünk, avagy nem. Biztosan nem fejlődtünk annyit, amennyit szerettünk volna. Ugyanakkor én úgy érzem, hogy az új dékánok sora, hiszen a sors úgy hozta, hogy nem csak rektorváltás történt, hanem a karok többségén is új vezeték látják el feladataikat. Nagy igyekezettel láttak hozzá, nagy elánnal feladataik ellátásához, és talán egy icipicit ennek is betudható az, hogy az idén valamivel jobb felvételi létszámokat produkáltunk, mint a tavalyi évben. Persze szokták emlegetni azt is, hogy ez most egy ilyen konjunkturális év, hiszen hogyha a nyelvvizsga követelményrendszer alapvetően megváltozik a jövő évtől, akkor közel nem lesz ilyen rózsás helyző. Szerencsésen körünkben van államtitkár úr is, akivel elárulom át azért az elmúlt évben néhányszor ezt a témát már szóba hoztuk. Én nagyon bízom abban, hogy a bölcsesség megtalálja a megfelelő megoldást. Alapvetően pedig ki kell jelentenem azt, hogy maga a törekvés az természetesen jó. El kell azonban gondolkozni azon, hogy a végrehajtásnak az a formája, ami jelenleg a köztudatban van, és ami indulatokat gerjeszt, az valójában szolgálja a célt. Hiszen kivitathatná azt, hogy európai nagy világnyelvekben felkészült hallgatók biztosan
egyfajta többlet tudással, többlettel fognak rendelkezni. Az egyetem egy kicsit féloldalas. Vannak tradicionálisan nagyon jól beágyazott karaink, amelyek hosszas építkezés és kemény munkahárán a pozícióikat nem csak megtartották, hanem erősödtek is, de bizony vannak olyanok is, amelyeket elég kellemetlenül érintettek az elmúlt évtized eseményei. Azt is mindenki tudja, hogy azért egy demográfiai mélypont van Magyarországon, és nyilvánvalóan egy hosszú éveknek kell eltennie ahhoz, hogy a kormányzat intézkedései azok valamilyen szinten ezt revezálják. Az egyetemünk tehát rendelkezik igazán nemzetközi hírű kutatócsoportokkal, de bizony vannak olyan helyek, ahol egy kicsit a testpedés, az ellustulás, és hát tulajdonképpen meg tudunk lenni így is, ha csak lesz valahogy szemlélet az eluralkodott. Én a magam részéről mindent meg fogok tenni az elkövetkezendő évben is a tekintetben, hogy egyrészt, akik jól teljesítenek, azokat még jobb teljesítményre bírjuk, megkapják a megfelelő peremfeltételeket, hol pedig nincsen, ott szóval, figyelmeztetéssel, esetleg szankciókkal jobb eredmények elérésére ösztönözzük a delikvenseket. És hogy mit akarunk? Nagyon egyszerű. Említettem, hogy reggel jöttem be, kihaltak voltak az utak, arra emlékeztem vissza, amikor én magam jöttem felvételizni, sajnos már sok évvel ezelőtt. Édesapám hozott, és ez ugye visszacsatolt az indulási pontra a szülőfalomhoz, aminek a nagyszülőtje Fekete István író mondta, hogy a jó lovat nem kell kivinni a vásárra, mert azért eljönnek. Tehát, hogyha olyan színvonalú hallgatókat képezünk, amilyen, akik a tudásukkal elégedettek, és akiknek a tudásával későbbi munkáltatóik is elégedettek lesznek, és ennek híre megy, akkor egészen biztosan nem lesz baj, és elértük a célunkat. Nem az a fontos, hogy ki az, aki bejön az egyetemre, mint hallgató, hanem ki az, akit kibocsájtunk. És ezért azt gondolom, mindent meg kell tennünk. Az egyetemen nagyon komoly fejlesztések történnek. Ezeknek az iniciálása jó részt meg rektor elődeim alatt történt meg. Meg lehet, mint orvoskari dékán magam is részt vettem ezekben a folyamatokban. Tudjuk jól, hogy a Szigeti úti épület szerkezete már áll. Ez új oktatási lehetőségeket tesz lehetővé. Komoly belvárosi rekonstrukciók folynak, melyek elsősorban az egészségtudományi kar bővülését, erősödését, minőségének fokozását szolgálják. Felavattuk a Nemzetközi Oktatási Központunk új épületét a Damjanicsban. Ehhez egy kollégium is csatlakozik. A BTK-n is jelentős ráépítések, bővítések történtek, valamennyire a TTK-nak, a természettudományi karnak is tudtunk segíteni. Szerényebb, de fontos investíciók történtek, például Szekszárdon, illetve hát meglehetősen méretes investíció lesz az, ami a műszaki és informatikai karon történik. De nagyon bízunk abban, hogy a többi karokon is, amelyek a felsorolásból most kimaradtak, csak hamar körülményeket javító változásokat tudunk tenni. Persze egy dolog az infrastruktúra, egy dolog a technika, a legfontosabb, ahogy azt szoktuk mondani, mindig az ember, mindig a jó oktató. Rendelkezünk nagyon jó kiváló oktatókkal, még többre van szükség. Ehhez azt kell tennünk, hogy a tehetséges fiatalinkat megtartjuk, és bizony-bizony, akik eltávoztak Pécsről, vagy nem pécsiek, de szeretnének egy igazán jó élő közösségben, egy szép és lakható és élhető városban dolgozni, azokat ide csábítsuk. Komoly az egyetemhez látszólag csak pertangentem kapcsolódó feladatot is kaptunk,
Ezt államtitkár úr már említette. A programnak egy kicsit eufemisztikus neve van, Pécs a jövőt kapuja. Számos olyan eleme rendelkezik, amely az egyetemi, városi, baranyamegyei, sőt regionális fejlesztéseket célozza meg. Ez a program már megjárta az Információs és Technológiai Minisztériumot, és valamilyen szinten egyéb döntéshozó tényezőket is. Én nagyon bízom ebben, és nem mellesleg ennek a kidolgozásában a várossal, megyével, ipari kamarával és más szereplőkkel dolgoztunk együtt, hogy ez a program és ennek a továbbfejlesztett változata az segíteni fogja Pécs és környezete fejlődését az elkövetkező évtizedben. Aminek egyébként két miniszter állandóan hangot is ad, hogy erre milyen nagy szükség van. Az egyik közülük itt van Süli János miniszter úr, a másik pedig Palkovics miniszter úr. Én nagyon bízom abban is, hogy fel tudunk nőni a feladathoz. És azt a rossz habitusunkat, hogy amennyiben valami nem sikerül, egy kicsit megpróbáljuk távolabb tolni magunktól a felelősséget, elfelejtjük. Nagyon sok minden megvalósult a városban. Szintén Fekete Istvántól kölcsönöztem azt a gondolatot, hogy hát az emberek általában a vágyaikban élnek, és hát mindent meg szeretnének szerezni maguknak. És a vágy színes hálójából mi egy, megkaptuk, amit akartunk. Ez a tárgy, ez a gondolatkör, ez bizony a porba hullik, és már nem is emlékszünk rá. Sok jó dolog készült itt Pécsen, az elmúlt évtizedben is. És bizony-bizony meg kell emlékeznünk arról, hogy polgármester úrnak, ahogy említette, ezen a fórumon egészen biztosan ez volt az utolsó beszéde. Mi hálásak vagyunk azért az együttműködésért, amit itt az elmúlt évtizedben az egyetem és a város között az ő segítségével megvalósítani tudtunk. Bizakodom abban is, hogy legyen bármi a választás eredménye, legyen bármilyen a közgyűlés összetétele, egészen biztosan egy építkező, a közösséget szolgáló testületre és polgármesterre lesz szükség. Nem mellesleg jegyzem meg, én már tudom, hogy ki lesz a polgármester, úgy fogják hívni, hogy Attila. És itt meg kell mondjam, hogy én is a végére hagytam, de kísérj érdekönyülve veszek búcsút. Helyesebben hát nem veszek búcsút, a feleségem egyébként veszprémi származás. Püspök úrtól, érsek úrtól, aki egy új, még nagyobb idézőjelben vett jogosítványokkal bíró munkakörben próbálhatja ki önmagát. Én nagyon hálás vagyok azokért a pillanatokért, amiket vele együtt tölthettem, és azért a kitűnő kapcsolatrendszerért, ami az ő idejében nem csak fenntartatott az egyetem irányában, hanem tovább is fejlődött. A hallgatóknak pedig tanulni, és persze szórakozzatok, sportoljatok, éljétek ki a művészi hajlamaitokat, de hadd idézzem a nagy inventort, feltalálót, Thomas Edison, bár ő is nyilván mástól hallotta, semmi nem helyettesíti a kemény munkát. A 2019-20. Évi tanévet megnyitom. Változás megtörtént, műszaki kollégák kivitték a pulpitost és a mikrofont, a közönség ilyenkor tudja, hogy egy új felvonás következik, hát valóban úgy lesz most is, hiszen a
megérdemelt díjak átadásai következnek. Először a Városháza díjai, azon belül a Városháza emlékérmek átadásai következnek. Szerintem az emelkedettségüket fokozza, hogy egy csinos hölgy áll itt mellettem. Hadd mutassam be önöknek Bánkiré Perjes Beatrixot, aki a méltatások felolvasásával lesz segítségünkre. Nagyon nagy dolga lesz, úgyhogy előre is kérnék neki egy nagy tapsot. A díjazottakat meg arra szeretném kérni, hogy erről az oldalról fáradjanak föl színpadra, és a diátok átvedése után a másik oldalon egy sorral előbb üljenek. Polgármester úr, jegyzőt kérem, fáradjanak a díjazottakat. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Városháza emlékérem kitüntetésben részesül Csirke Ferenc. A közgyűlés Csirke Ferenc részére a sportnevelés terén végzett kiemelkedő és eredményes munkája, továbbá a kosárlabdasport népszerűsítése és a csapatversenyek során elért sikereinek elismeréseként a Városháza emlékérem kitüntetést adományozza. Csirke Ferenc a kitüntetést későbbi időpontban veszi át. A kitüntetéshez gratulálunk! Városháza emlékérem kitüntetésben részesül Maulné Tóth Csilla. A közgyűlés Maulné Tóth Csilla részére az egészségügy és szociálpolitika terén végzett elhivatott, több évtizedes közszolgálati szakmai munkája elismeréseként a Városháza emlékérem kitüntetést adományozza. A kitüntetéshez gratulálunk! Városháza emlékérem kitüntetésben részesül Radó István. A közgyűlés Radó István a pécsi borvidék és szőlészborász szakma meghatározó egyénisége részére a városi, regionális és magyar borkultúra népszerűsítéséért végzett eredményes munkája, valamint a borturizmus és a helyi minőségi borfogyasztáshoz való tevékeny hozzájárulásának elismeréseként a Városháza emlékérem kitüntetést adományozza. A kitüntetés... Városháza emlékérem kitüntetésben részesül Tóth Károly. A közgyűlés Tóth Károly a pécsi fotóművészet meghatározó egyénisége részére tartalmas életművének, továbbá a város kulturális, közéleti fejlődése terén végzett kiemelkedő és eredményes munkájának elismeréseként a Városháza emlékérem kitüntetést adományozza. Tóth Károly a kitüntetést későbbi alkalommal veszi át. Gratulálunk! Városháza emlékérem kitüntetésben részesül Vargáné Fát Éva. A közgyűlés Vargáné Fát Éva részére a pedagógusi életpályán végzett fáradhatatlan oktató-nevelői munkája, továbbá a német nemzetiségi kéttannyelvű oktatás megalapítása, folyamatos fejlesztése és bővítése terén elért sikerei elismeréseként a Városháza emlékérem kitüntetést adományozza. A kitüntetéshez gratulálunk! Polgármester úr és jegyző úr segítségét részvétre. Most zenei szóval élve pauza következik, ami nem azt jelenti, hogy álljanak föl és menjenek ki a büfébe. Eddig beszédeket hallottak. Miután a művészet, a zene, a próza szentélyében vagyunk,
Most ezt a folyamatot megszakítjuk, szeretnék bejelenteni önöknek négy fiatal zenészt, Mayer Áron, gyere! Tassi Sándor, Nemes Márti és Dénes Domini, ők pedig a Pécsi Tudományegyetem Zsolnai Vilmos fúvós zenekar tagjaiból alakult részfúvós kvartett és Charpentier Tedeum című művét fogják eljátszani. Sokszor helye van a ritusnak is, úgyhogy egy különleges ritusnak lehetnek szem- és fültanúi, ugyanis Kásler Miklós, Magyarország Emberi Erőforrások Miniszterének a fenntartóval egyetértésben tett javaslatára Ádler János köztársasági elnök 2019. szeptember 1-től egyetemi tanárrá nevezi ki a Pécsi Tudomány Egyetem 9 oktatóját. És most felkérem rektor urat, a Pécsi Tudomány professzori karához való tartozás jelképeként adja át az érintetteknek egyetlen találni. Kérjünk szépen indulati szeremónia. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A Pécsi Tudomány Egyetem professzori talárját veheti át az Állam és Jogtudományi Karon Fenyvesi Csaba, a Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszék egyetemi tanára. Orvostudományi karon Horváth Iván, a Szívgyógyászati Klinika egyetemi tanára. Anesteziológiai és intenzív terápiás intézet egyetemi tanára, aki talárját később veszi át. A
Bölcsészettudományi Karon, Fedeles Tamás, a Történettudományi Intézet, középkori és kora újkori történeti tanszék egyetemi tanára. Társadalom és Médiatudományi Intézet Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék egyetemi tanára. Egészségtudományi Karon Ács Pongrácz, a Fizioterápiás és Sporttudományi Intézet egyetemi tanára, a kar dékán helyettese. Kultúratudományi, pedagógus képző és vidékfejlesztési karon Szemeti László, az Élelmiszergazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet egyetemi tanára. Természettudományi Karon Horváth Attila, a Kémiai Intézet egyetemi tanára, a kar dékánja. Jakab Ferenc, a Biológiai Intézet egyetemi tanára, a kar dékán helyettese. Köszönöm rektor úrnak a küzdelmét az elemekkel és a fantasztikus gyors öltözéseket, színházi nyelven szólva. Hölgyeim és uraim, most ismét városházi díjak következnek. A Pro Communitate és Pro Civitate díjak átadásai következnek, nekem polgármester úr, jegyzik urat, hogy váradjanak ki a díjak átadását. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Pro Communitate díj kitüntetésben részesül Bódisné Zámbó Katalin, a közgyűlés Bódisné Zámbó Katalin részére a klinikai orvostudományok terén elhivatott több évtizedes szakmai munkája, továbbá sokoldalú tudományos közéleti, valamint oktatói tevékenysége elismeréseként a Pro Communitate díjat adományozza. A kitüntetéshez gratulálunk! Pro Communitate díj kitüntetésben részesül Germánné Vas Ágnes,
A közgyűlés Germán Névas Ágnes Pécs közművelődésének és zenei életének meghatározó egyénisége részére sokrétű, nagy zenei alázattal és kiemelten magas művészeti színvonalon végzett hegedű művészi előadói és zenepedagógusi tevékenységének elismeréseként a Pro Communitate díjat adományozza. A kitüntetéshez gratulálok! Tehát kitüntetésben részesül a Mecsek Egyesület. A közgyűlés a Mecsek Egyesület részére a mecsek természeti és gazdasági értékei, valamint a hegységben található történelmi örökség védelméért, azok lakossággal való megismertetéséért végzett eredményes munkájának elismeréseként a Pro Communitate díjat adományozza. A díjat átveszi Ripszám István elnök. Gratulálunk! Kommunitáte díj kitüntetésben részesül a Pécsi Székesegyház Nagycsaládosok Egyesülete. A közgyűlés a Pécsi Székesegyház Nagycsaládosok Egyesülete részére a keresztény értékeken alapuló családcentrikus közösségformálás fejlesztéséért végzett fáradhatatlan munkájának elismeréseként a Pro Kommunitáte díjat adományozta. A díjat átveszi Herbert Gábor elnök. Kitüntetéshez gratulálunk! Kitüntetésben részesül Weber Béláné. A közgyűlés Weber Béláné, a baranyai néptánc oktatás meghatározó egyénisége részére a baranyai és a horvátországi magyar gyermekek és felnőttek népi művelésének és hagyományőrzésének területén elért eredményei, valamint a főfoglalkozású néptáncoktató, táncosok és koreográfusok képzését szolgáló fáradhatatlan munkájának elismeréseként a Pro Communitate díj kitüntetést adományozza. Gratulálunk! Kitüntetésben részesül Dieter Eppler. A közgyűlés Dieter Eppler részére a Pécs-Baranyai Regionális Gazdasági Fejlődés és Foglalkoztatás érdekében elhivatott több évtizedes szakmai munkája, továbbá értékes és sokoldalú társadalmi civil közéleti tevékenysége elismeréseként a Pro Communitate díjat adományozza. A kitüntetéshez gratulálunk! Hölgyeim és Uraim! Pro Civitate díj kitüntetésben részesül Jászmin Imamovics. A közgyűlés Jászmin Imamovics részére a nemzetközi békefenntartás és az emberi jogok védelme érdekében és a közművelés terén végzett fáradhatatlan és elhivatott munkájának, továbbá a Pécs-Tuzla partnervárosi együttműködésben végzett sikereinek elismeréseként a Pro Civitate díjat adományozza. A kitüntetéshez gratulálok! Civitate kitüntetésben részesül Kellermeier Miklós.
A közgyűlés Kellermeyer Miklós részére az orvostudomány területén folytatott közoktatási és tudományszervezési tevékenysége, valamint a keresztényi nemzeti értékeket képviselő közéleti szerepvállalásának elismeréseként a Pro Civitate díjat adományozza. A kitüntetéshez gratulálunk! Civitate díj kitüntetésben részesül Kollár Lajos. A közgyűlés Kollár Lajos részére a klinikai orvostudományok terén elhivatott, több évtizedes szakmai és tudományos pályafutása, a közegészségügyi ellátórendszer korszerűsítése, valamint a szabadidő hasznos eltöltése és a vitorlázó sport népszerűsítése terén elért sikerei elismeréseként a Pro Civitate díjat adományozza. A kitüntetéshez gratulálunk! Civitate díj kitüntetésben részesül Tóth Aladár. A közgyűlés Tóth Aladár a baranyai erdészeti szakma meghatározó egyénisége, a Pécsi Városszépítő és Városvédő Egyesület aktív tagja részére, az erdész társadalom felé szilárd, polgári értékrendet közvetítő személyisége, a honfoglalás 1100. évfordulójára épült lapisi erdész emlékmű megálmodója, továbbá a baranyai erdészet történetének kutatása területén elért eredményei, valamint erdész generáció képzését szolgáló munkájának elismeréseként a Pro Civitate díjat adományozza. Gratulálunk! Intermezzo következik zenei nyelven szólva, ismét művészeté a szó. Csodálatos bemutató volt itt a színházban egy éve, az Edith és Marlene című produkció, amelyben ez a két csodálatos művésznő, aki mindjárt ide önök elé a színpadra lép, Stubendek Katalin és Györfi Anna remekelt. Csodálatos előadás, nagyszerű művészek, ők tudnak egy részletet előadni ebből a produkcióból, a zongorán Bókai Zoltán, harmonikán Kéményi Tamás segíti őket. Thank you.
következőkben az egyetem díjainak az átadására kerül sor, úgyhogy felkérem a rektor urat, kancellárt, a fáradjon, aki tegye a átadásához. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az egyetem rektora egyetemi kultúráért díjat adományozhat azon személyeknek, szervezeteknek, akik aktív szerepvállalásukkal, áldozatkész munkájukkal és kiemelkedő művészeti, kulturális tevékenységükkel méltón öregbítik egyetemünk hírnevét. Egyetemi kultúráért díjat vehet át a Students Help Students szervezet képviseletében Åshild Fossum Eriksen, a norvég hallgatókból álló szervezet az általános orvostudományi kar javaslata alapján jószolgálati tevékenységük elismeréseként részesül a díjban. Tagjai évek óta nagy sikerrel szervezik a Romania Projectet, melynek eredményeként erdélyi, nehéz sorsú gyermekeket támogatnak, részükre gyermekotthont építenek. Patrik Ferenc, gyógytornász szakos hallgató. Kovács Patrik Ferenc az egészségtudományi kar tehetségek tagjaként számos kari és egyetemi rendezvényen énekelt szólóban, illetve rockzenekarával. Kollégiumi rendezvényeken és az RTK tehetségek utánpótlás toborzásában is fontos szerepet tölt be. 2019-ben közreműködött a PTFE Arc kosárlabda csapat részére készített csapaddal zeneszerzésében, valamint előadásában, melyen hozzájárult a PTFE és a kar népszerűsítéséhez. A PTE Zsolnai Vilmos fúvós zenekar hallgatói fúvós együttes. A zenekar aktívan részt vállal a Művészeti Kar Zeneművészeti Intézet fellépéseiben. A prágai nemzetközi fúvós zenekari versenyen elnyerte kategóriája első díját, a kötelező darab legjobb előadói díját és abszolút első helyezést ért el. A díjat Major András, a zenekar karnagya veszi át. Egyetem rektora egyetemi sportéletért díjat adományozhat azon személyeknek, szervezeteknek, akik aktív szerepvállalásukkal, áldozatkész munkájukkal és kiemelkedő sport vagy sportszervezői teljesítményükkel méltón öregbítették egyetemünk hírnevét. Egyetemi sportéletért díjban részesül Major Veronika, az egészségtudományi kar gyógytornász hallgatója. Major Veronika döntős világcsúccsal megnyerte a női sportpisztolyosok versenyét a februárban Új Delhiben megrendezett sportlövő világkupán, mely eredménnyel kvótát szerzett a tokiói olimpiára. Kitüntetését későbbi időpontban veszi át. Egyetemi sport életért díjban részesül Szalai Kata, földrajz testnevelő tanár, a természettudományi kar végzett hallgatója. Szalai Kata a PTE táncegyüttes táncosa, a Táncoló Egyetem program oktatója, a PTE nemzetközi hírnevének aktív hordozója több külföldi fellépés program kapcsán. MEFOB versenyeken, interregionális kupákon, cheerleading és pompom kategóriában többszörös bajnok. Sportrendezvények rendszeres résztvevője, rendezője. Vajda Virág, az egészségtudományi kar rekreációszervezés és egészségfejlesztés szakos hallgatója. Vajda Virág ez év márciusában a Török-bálinti országos aerobik versenyen egyéni és csapat kategóriában első helyezést ért el, valamint szintén az első helyen végzett áprilisban az aerobik MEFOB basic kategóriájának versenyén. Varga Ráhel,
kultúratudományi, pedagógus képző és vidékfejlesztési kar tanító szakos hallgatója. Barbara Rahel a Combat Wrestling Európa bajnokságon női 62 kg kategóriájában aranyérmet szerzett, és ezzel elnyerte az Európa bajnoki címet. Posztumusz egyetemi sportéletért díjban részesül Tamás Lajos, címzetes egyetemi tanár. Tamás Lajos a PTE korábbi rektorhelyetteseként, az állam és jogtudományi kar oktatójaként egészen 2019-ben bekövetkezett haláláig sokat tett az egyetemi sportélet előmozdításáért, népszerűsítéséért, többek között a jubileumi sportrendezvények létrejöttéért. A díjat felesége Tamás Lajos néveszi át. Egyetem rektora Alma Mater emlékérmet adományozhat évente egy fő diplomát szerző és egy fő doktori fokozatot szerző egyetemi polgár részére, amennyiben kiemelkedő tanulmányi eredménye mellett az egyetemi közösségért is jelentős, meghatározó munkát végzett. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Alma Mater emlékérem díjban részesül az Állam és Jogtudományi Kar, valamint az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat javaslata alapján Földesi Petra jogász végzett hallgatónk. Földesi Petra kitűnő tanulmányi eredménye mellett a PTE-AJK Hallgatói Önkormányzati Testület elnökeként kiemelkedő tevékenységet folytatott a hallgatói közösségi élet előmozdításáért. Alma Mater emlékérem díjban részesül a Gyógyszerésztudományi Kar és a Doktorandusz Önkormányzat javaslata alapján Vida Róbert György, a Gyógyszerészeti Intézet és a Klinikai Központi Gyógyszertár egyetemi adjunktusa. Vida Róbert György a 2018-as évben fejezte be doktori tanulmányait, kiemelkedő munkát végez az idegennyelvű és magyar nyelvű graduális és posztgraduális gyógyszerészképzésben, valamint a hallgatók mentorálásában. Rektora Pro Universitate Juventutis díjat adományoz évente egy-egy fő hallgatónak és doktorandusznak. Kiemelkedő tanulmányi eredménye, valamint a tudomány, a művészetek vagy a sport területén kifejtett sikeres teljesítménye elismeréseképpen. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Pro Universitate Juventutis díjat vehet át a Bölcsészettudományi Kar és az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat javaslata alapján Kovács Péter hallgató, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának elnök helyettese. Kovács Péter 2014 és 2018 között a Kerényi Károly Szakkollégium tagja volt. 2017-ben az OTDK Humántudományi Szekció régi magyar irodalom tagozatában második helyet és külön díjat nyert el. A 2017-2018-as tanévben új nemzeti kiválóságprogram ösztöndíjas volt, 2019-ben az OTDK Humántudományi Szekció régi magyar irodalom tagozatának első helyezettje lett. Pro Universitate Juventutis díjat vehet át a Műszaki és Informatikai Kar és a Doktorandusz Önkormányzat javaslata alapján szintén Bianca doktorandusz hallgató. Szintén Bianca a humanitárius építészet jelenével foglalkozik, ami leegyszerűsítve emberbaráti építészet. Az emberiség egyik súlyos problémájára irányul, társadalmi jelentősége hatalmas, éppen ezért sokrétű és széles skálán vizsgálható.
Kutatásai érintik a fenntartható fejlődést, melynek fő irányvonalai a meglévő épületállomány megtartása, újragondolása, takarékos építés, erőforrás megőrzés. Munkájával szintén Bianca társadalmi és szociális területeken kiemelkedő tudományos és művészeti eredményeket ért el. Tisztelt vendégeink, ünnepségünk legjelesebb díjainak átadása következik most. Tisztelettel megkérem a díjazottakat, hogy a méltatásokat a helyükön hallgassák végig, és csak utána fáradjanak ide fel a színpadra átvenni azt. A Pécsi Tudományegyetem szenátusa az egyetem rektorának javaslatára Nagy Lajos király díjat adományoz annak a hazai vagy külföldi természetes személynek, akinek tudományos, művészeti, oktatási, sport, közéleti vagy egyéb kiemelkedő teljesítményét hazai állami vagy nemzetközi kitüntetéssel vagy díjjal ismerték el, vagy közjogi méltóságot visel és hozzájárult a magyar oktatás, tudomány, kultúra fejlődéséhez, a magyar eredmények nemzetközi elismertségének növeléséhez, vagy a magyar felsőoktatás fejlődéséhez. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 2019-ben a Pécsi Tudományegyetem szenátusának döntése alapján Nagy Lajos királydíjat vehet át Béjátsz Iván, a közgazdaságtudományi kar emeritus professzora. Béjátsz Iván professzor eredményekben gazdag életpályája során mindvégig a Pécsi Tudományegyetem, illetve jogelődjei oktatójaként dolgozott, ahol az intézmény és a kollektíva szakmai fejlődésének szempontjait mindig a legmagasabb prioritásként kezelte. A tudományhoz, a szakmához és az intézményhez közel 5 évtizeden keresztül hű maradt. Az egykori JPTL rektor helyetteseként egy különösen kritikus időszakban 2 cikluson át dolgozott elkötelezetten és eredményesen azon, hogy Pécset, a számos disziplinát magas szinten művelni képes tudományegyetemi közeg előfeltételei megteremtődjenek. Elvi és morális szempontokat mindig magasra tartó egyetemi közéleti szerepvállalása azóta is folyamatos, hol a szenátus, hol a gazdasági tanács berkeiben, az utóbbi évek során pedig az egyetemi doktori tanács elnökeként. Béjátsz Iván alapítója és negyed századon keresztül vezetője az országosan elsők között akkreditált gazdálkodástani doktori iskolának, ahol valamennyi fokozatot szerzett hallgató profitálhatott a minőség és értékközpontú, széleskörű szakmai kapcsolatrendszert megmozgató oktatói koncepció nyújtotta előnyökből, a gondosan épített reputációból. Professzor úr jelentősen növelte az egyetem hazai és nemzetközi tekintélyét és befolyását, számos a személyes érdemeinek köszönhető megtiszteltetéssel. Így a pécsi közgazdászok közül elsőként lett a Magyar Tudományos Akadémia tagja, később 2 cikluson keresztül a 9. osztály elnöke, továbbá hazai és külföldi egyetemek díszdoktora. Professzor úr személyében a közgazdaságtudományi karon a kezdetektől itt dolgozó alapító atyák egyikét tisztelhetjük, akinek a kar szinte minden munkatársa személyes köszönettel tartozik azért az önzetlen segítőkészségért, amivel professzor úr igazi iskolateremtő módjára a kollégák szakmai előmenetelét támogatta. A díjhoz gratulálunk!
Pro Universitate Quinque Ecclesiensi kitüntetést a rektor javaslatára a szenátus annak a személynek adományoz, aki jelentős mértékben elősegítette az egyetem jó hírnevének öregbítését, hazai és külföldi elismertségét, az egyetem részére jelentős szolgálatot tett, kiemelkedő szerepet töltött be az oktatás, tudományos kutatás fejlesztésében, színvonalának emelésében, továbbá az egyetem társadalmi kapcsolatainak fejlesztésében. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Posztumusz Pro Universitate Quinque Ecclesiensi kitüntetésben részesül Sümegi Balázs, a PTE Általános Orvostudományi Kar Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet tanszékvezető egyetemi tanára. Sümegi Balázs professzor hosszú évtizedek óta rendkívül magas színvonalon végzett oktató és kutató munkája példamutató. Az elméleti képzésben jelentős modernizálást hajtott végre, így a biokémiai oktatás teljes mértékben megfelel a nemzetközi elvárásoknak. Az oxidatív stressz jelátviteli hatásai, valamint az új inzulin érzékenyítő vegyület kifejlesztése és vizsgálata során végzett kutatásai nemzetközi színvonalúak. Kutatási eredményei számos sikeres előadás, szabadalom, valamint hazai és rangos nemzetközi folyóiratban megjelent publikációi is fémjelzik. Életútja során jelentős szakmai, közéleti tevékenységet fejtett ki 1996 és 1999 között, valamint 2003 és 2006 között az orvoskar dékáni tisztségét töltötte be. Vezetése alatt került sor az önálló klinikai gazdálkodás bevezetésére, illetve a német nyelvű általános orvos és fogorvos képzés beindítására. Sümegi Balázs egyetemi tanár részére. Az egyetemi hallgatók tudásának elmélyítése terén hosszú évtizedeken át példaértékűen magas színvonalon végzett oktató munkája, nemzetközileg is elismert szakmai és tudományos tevékenysége, aktív közéleti munkája alapján ítélte meg a szenátus a kitüntetést. A posztumusz díjat felesége Sümeginé Dobrai Katalin veszi át. A kitüntetéshez gratulálunk. Hölgyeim és Uraim, Pro Universitate Quinque Ecclesiensi emlékszobrot vehet át Süli János a Paksi Atomerőmű két új blokkjának tervezéséért, megépítéséért és üzembehelyezéséért felelős tárca nélküli miniszter. Süli Jánost pályája a kezdetektől a Paksi Atomerőműhöz köti. Fiatal mérnökként az erőmű beruházási vállalatnál helyezkedett el, majd 5 évvel később a Paksi Atomerőműbe került, ahol másfél évtizeden keresztül a villamos üzemágat vezette. 2004 és 2011 között felsővezetői pozíciókban dolgozott, 2009-től 3 éven át az atomerőmű vezérigazgatója, majd vezérigazgató helyettese volt. 2014 és 2017 között Paksváros polgármestere, 2017-től pedig a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembehelyezéséért felelős tárca nélküli miniszter. A Pécsi Tudományegyetemmel évtizedes együttműködést ápol, az atomerőmű üzemeltetési és fejlesztési projektjeiben aktív egyetemi közreműködést indukál, jól és produktívan használja a régió műszaki értelmiségének kapacitásait. A Paks 2 projektben is elkötelezetten támogatta és támogatja a Pécsi Tudományegyetemmel való együttműködést, melynek eredményeként stratégiai együttműködési megállapodás jött létre az általa vezetett minisztérium és egyetemünk között, valamint a Paks 2 akadémiában is fontos szerepet kapott a PTE. Munkásságával jelentős mértékben elősegítette az egyetem jó hírnevének öregbítését, hazai és külföldi elismertségét, az egyetem részére jelentős szolgálatot tett, kiemelkedő szerepet töltött be az egyetem társadalmi kapcsolatainak fejlesztésében, ezért munkásságát a Pécsi Tudományegyetem Pro Universitate Quinque Ecclesiensi kitüntetéssel ismerte.
köszönöm a rektor úr és kancellár úr segítségét, egyben megkérem a miniszter urat, hogy mondja el mindenki köszöntőjét. Hát elbírom. Ne adjam már egyből oda, hogyha megtisztelő végként megkaptam. Köszönöm szépen a díjat az egyetem vezetésének. Én is nagy tisztelettel köszöntöm az elnökségből tagokat. Köszöntöm a nézőtéren helyet foglaló pécsi polgárokat, egyetem munkatársait, vendégeket, és ugye nem utolsó sorban a diákokat, hisz alapvetően azért kooperálunk, azért próbálunk együtt dolgozni, hogy akik most kezdtek, vagy akik még itt tanulnak, azoknak olyan jövőképet tudjunk a régió fejlődésébe adni, hogy itt tudjanak maradni, és a mi társaságunk közösségi hasznát gyarapítsák. Ennek egy kölcsönösen előnyös együttműködésnek kell lenni. Én az asztalnál ülőkkel, tulajdonképpen mindenkivel együtt dolgoztam annak érdekében, hogy ez menjen egyházzal, várossal, a egyetemmel. Ezt a szándékomat ezután is megtartom. A munka mögött nem csak én vagyok, hanem a kollégáimat is évtizedek óta próbáltam megfertőzni az a gondolattal, hogy nekünk nem csak mérnökként a műszaki tudást és a zsebünket kell gyarapítani, hanem közösségi tevékenységet is kell kifejteni. Ebbe bele tartozik az, hogy a régió központja mindenféleképpen Pécs, és akkor ezt a pécsi központot nekünk, akik itt vagyunk a térségben műszakiak, mindenféleképpen közös boldogulásunk előnyére, és annak, hogy utolérjük a többi régiót, együtt kell dolgozunk, és ezt az együttműködést ajánlom a következő időszakban is magam és kollégáim nevében. Köszönöm még egyszer a díjat, jó tanulást minden egyetemistának, és jó oktatást. Köszönöm. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az utolsó, azaz Pécs város díszpolgára címének az átadása következik, ami az utolsó műsor számunk fog megelőzni. A díjat sajnos a díjazott nem fogja tudni átvenni, ezt fia fogja megtenni helyette. Nem árulom még természetesen a nevét, de azért annyit elárulok, hogy egy nagy formátumú művészről van szó, úgyhogy talán az ő tiszteletére is szóljon a művész himnusz, a Momár Tibolya című operettből, a Pécsi Rendszer énekkarának tolmácsolásával közre működik Bókai Zoltán. Thank you.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Akkor következzen Pécs város díszpolgári kitüntető címnek az átadása. Megkérem a polgármester urat, Jegyző urat, hogy fáradjanak egy kitüntetéshez. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Pécs város díszpolgára kitüntető címet viselheti Rétfalvi Sándor. Rétfalvi Sándor a kortárs szobrászművész nemzedék kiemelkedő tagja. 1967-ben egyik megalapítója és szervezője volt a Villányi Nemzetközi Szobrász Alkotótelepnek. 1968 és 74 között a Pécsi Művészeti Szakközépiskola művészeti igazgatója, majd 1982 és 1995 között a Janos Pannus Tudományegyetem rajz tanszékének vezetője. Egyetemi tanárként rajzot, anatómiát és szobrászatot oktatott. Kutatási területe a fémszobrászat, a bronzöntési technikák, az archaikus eljárások. 1990-ben lett a Pécsi Képzőművészeti Mesteriskola egyik alapító professzora. 1993-tól a Pécsi Képzőművészeti Mesteriskola fémszobrászat szakirányvezetője. 1995-től a Janus Pannonius Tudományegyetem Képzőművészeti Mesteriskola doktori képzés szobrászat programjának vezetőjeként kidolgozta és megszervezte az egyetemi szintű rajz és vizuális szakemberképzést. 2000-től a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kara szobrász tanszékének vezetője, 2001 és 2011 között a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar doktori iskola és szobrászat program vezetője. 2011 óta professzor emeritus. Pécsett köztéri szobrai emlékművei közül a leghíresebb az 1969-ben készült Tettyei korpusz, a keresztre feszített Krisztus görcsbe rándult testének az emberi fájdalmakra figyelmeztető, a múlt és a jelen embertelenségeire, az emberiséget sújtó erőszakra és fenyegetésre emlékeztető feszület, valamint a Székesegyház déli bejáratát vigyázó kapuk a bibliai jelenetekkel, a szőlőlevelekkel. A közgyűlés Rétfalvi Sándor a Pécsi képzőművészet meghatározó egyénisége részére, tartalmas életművének, továbbá a város kulturális közéleti fejlődése terén végzett tevékenysége, a művészeti oktatás és képzés reformjában folytatott kiemelkedő és eredményes munkájának elismeréseként a Pécsváros díszpolgára címet adományozza. Gratulálunk Rétfalvi Sándornak, Pécsváros új díszpolgárának, a kitüntető címet fia Rétfalvi Donát veszi át. Ünnepség vége felé egyik kitüntetett szól a kitüntetettek nevében, úgyhogy most megkérem Kollár professzor urat, hogy mondja el gondolatait és köszöntse az ünnepi közülést. Tiszteltések úr! Államtitkár úr, polgármester úr, rektor úr, kancellár úr, jegyző úr. Mindenekelőtt hálás vagyok a megtisztelő felkérésért, hogy a városi és egyetemi kitüntetettek nevében én mondhatok köszönetet. Pécsinek lenni önmagában büszkeség. Én, aki itt születtem ebben a városban, itt éltek a szüleim, nagyszüleim, dédszüleim, részese se voltam a város minden lélegzésének, családi elbeszélésekből ismerem a háború előtti Pécs életét, és hát koromból adódóan az 50-es évek óta személyes élményeim vannak.
Élénk emlékeim vannak az 56-os orosz megszállásról, általános iskolásként ott voltam a Széchenyi téren, amikor Nádorszállóról leverték a vörös csillagot. De emlékeimben felbukkan, amikor szeles havas hajnalban motorkáltam a sétatéren a Székesegyházba, Minisztrálni Régert, illetve Herger Rődert és Szerdőrakhoz, vagy később a Piuszba Pálotyához, aki bevezetett az alternatív cserkészet izgalmas világába. A Nagy Lajos gimnáziumban Rajci Péter védőszárnyai alatt végeztem a középiskolát, és ebből az időből óhatatlanul a fiatalkori csibészségek jutnak eszembe. Sokaknak az itt ülők közül már nem mond semmit az a kifejezés, hogy Rivéra, köpködő, fapados, pedig nekünk ez a fiatalságunkat jelentette. Megértem az uránbánya megnyitását, az olimpia, a hullám, a nádor, az üdülőbár fénykorát és sajnos a leáldozását. Szüleim baráti körének köszönhetően találkoztam olyan pécsi egyetemi legendákkal, mint Kerper Frónőszödön, Lissák Kálmán, Méhes Gyula, Környei, és sorolhatnám azokat a legendás pécsi professzorokat, akik Pécs városának magas szintű szellemi színvonalát jelentették. Az egyetemi évek, mint minden pécsi diáknak természetesen nekem is felejthetetlen, kiváló oktatókkal és barátokkal. Kavarognak a fejembe a gondolatok, nehéz itt és most egy ilyen alkalom kapcsán összerendezni. Mi, a jelenlegi kitüntetettek, és sokan mások persze szerettünk volna a városnak és az egyetemnek minél többet adni, visszaadni, de nem reméltem, hogy egyszer honorálni fogják tevékenységüket. Köszönhet érte a városnak, az egyetemnek, amelyek egymástól elválaszthatatlanok, és reméljük a jövőben még szorosabb együttműködésben kart karba fonva, vált válthoz vetve dolgoznak Pécs a Klingfeld lézéje felvirágoztatásáért. A köszönetet leginkább Bertók László a Városneve című kitűnő versének utolsó verszakával tudom kifejezni. Bertók László, aki szintén birtokosa a Pro Civitate díjnak, versében így ír. Mennyország, pokol, világörökség, hány esztendő a betájolt öröklét? 1000? 2000? Órák? Napok? Amíg az ember él és benne a halott? Amíg festvényben, városban, névben elképzelhető, hogy volt és lesz éden? Amíg egy őrült robbantani fog? Onnan az éget bőr, a szőr, a füsszag, és ami gondolat részeim felcsap? Érzeleit mindenkit, aki egyszer itt élt. Hiszed-e, hogy 5000-ben is lesz Pécs? Köszönjük a kitüntetést! Zárszavak következnek, tiszteltel felkérem Kisebba Attila professzor urat, rektor urat, ünnepi gondolataival zárja be tanévnyitó szenátus ülését. Tisztelt egybegyűltek! Az, hogy ilyen hosszúra nyúlt ez a városi nap ünnepélyes tanévnyitó, annak is betudható, hogy polgármester úr is már jelzett, hogy milyen sok kitüntetése érdemes van ebben a városban. Közülük néhányat volt alkalom most megbecsülni, itt a nyílt színen is. De az ünnepi napoknál sokkal fontosabbak a hétköznapok. Szoktam mondani, hogy ugye mi vallásosak és kevésbé vallásosak abban azért megegyezhetünk, hogy az alapvető parancsolatokat alapvető emberi értékeknek tudjuk be. És ott nagyon egyszerű, mert például a keresztény hitekben ez tulajdonképpen szummázódik a 10 parancsolatban. Betartani a hétköznapokban. Milyen nehéz. Hát erre tegyünk kevérfeszítést az elkövetkező évben, és hát újra a diákoknak pedig csak reiterálni tudom, szorgalom és tehetség, de a tehetség szorgalom nélkül semmit nem ér.
Úgyhogy tanulni, tanulni, tanulni. Polgármester úr, hogy következik, kérem, hogy el záró gondolait, és zárjuk az ünnepi közgyűlést. Igen, tisztelt hölgyeim és uraim! Amit hallhattunk a legutolsó részében a ünnepi közgyűlésnek, arra gondolok, hogy itt Kollár Lajos professzor úr mondott egy köszönetet a díjadottak nevében, és egy fantasztikus idézette zárta ezt a köszöntőjét, vagy megköszönő szavait. Bertók László fantasztikus verséből idézett, ami tényleg szerintem minden pincsi számára kötelező tananyag lenne, hogyha lenne ilyen virtuális dolog, persze, mert nincs valójában. De azért fontos ezt most talán kiemelni, legalábbis annak gondolom, hogy vannak azért olyan a pécsiséget megfogalmazó írások, versek, szövegek, próbált ebből egyet idézni, ugye a beszédemben a 11-es húsvéti nyilatkozatra gondolok, vagy éppen Bertók László verse is van, még azért néhány ilyen írás, ami szerintem, hogyha benn van a fejünkben, a pécsieknek az agyában, tudunk róla, időnként idézzük is, és felolvassuk a gyerekeinknek, a makáinknak, akkor nagyon fontos dolog, mert ugye ezek olyan ügyek, amik a pécsi azonosságot, ugye divatosan identitást erősítik, támogatják, és tényleg jó, hogy vannak ilyenek, mert ezekre tudunk támaszkodni a legrosszabb, legzordabb időkben is. Ez egy ünnepi pillanat természetesen, tehát nem a rosszról kívánok szólni, hanem inkább arról, hogy nagyon felemelő dolog volt itt lenni, szerintem önöknek is remélhetőleg, hogy ezt a nagyon sok kiváló pécsi polgárt, vagy Pécshez kötődő, nem Pécset élő szemét díjazhattuk. Mindannyian hozzátettek egy kisebb, nagyobb építőkockát a város alakulásához, fejlődéséhez, és ugye ezért kapták a kitüntetést természetesen. Úgyhogy én azt szeretném kívánni egyrészt a díjadottaknak, hogy ha erejükből futja, dolgozzanak tovább a városért, munkálkodjanak ezért a fantasztikus közösségért, ezért a nagyon ősi, nagyon nagyszerű, elképesztő jó városért, amint ugye ezt többen is említették a mai nap folyamán. És azt kérem a itt lévőktől, fiataloktól, hallgatóktól, a közülés tagjaitól, hogy ezt a példamutató munkát mi is a magunk tudása szerint igyekezzünk követni, és ebből erőt meríteni, és példaként tekinteni erre. E gondolatokkal szeretném megköszönni a ünnepi közülésnek a mai ülését, a megjelent képviselőket és minden vendégünket. Köszönet, hogy itt voltak velünk, együtt ünnepelettünk. Szép napot kívánok mindenkinek, hajrá Pécs! Tisztelettel felkérem főtisztelendő és excellenciás Udvarhi György veszprémi érsek, pécsi apostoli kormányzó urat mondja el záró beszédét és adja áldását Pécs városra és a Pécsi Tudomány Egyetem tevékenységére. Tisztelt államtitkár úr, polgármester úr, rektor úr, jegyző úr, kancellár úr, kedves vendégek! Ezen a mai napon ünnepeljük azt is, és emlékezünk arra is, hiszen a napot ez jelölte ki, hogy Pécs szabad királyi városra, városi címet nyerte el, és ezzel együtt az önrendelkezés, önállóság és persze az öngondoskodásnak a felelősségét is. A szabadságnak a megélését és a szabadságnak a szolgálatát. Így az erőfeszítések, amelyek a múltban jelen voltak és a jelenben is megjelennek, mind-mind arra irányulnak, hogy az itt lakók jólétét szolgálják a szó teljes és igaz értelmében, az itt lakók egyéni és közösségi szabadságát szolgálják. A polgároknak a fejlődését, mind az egyéni, mind a közösség életükben. A szabadság egy óriási ajándék, ha jól élünk vele. Tapasztaljuk mindannyian, tapasztaljuk közösség életünkben,
Önmagában a valamitől való szabadság rövid távú és egészen biztos, hogy nem vezet boldogságra. Könnyű valamitől távolságot venni. Sokkal megfontoltabb cselekvést, gondolkodást, együttműködést, áldozatot, erőfeszítést kíván a szabadság valamire való megélése. Mire vagyok szabad? Ez már hosszú távú. Olyan gondolkodás, ami egészen bizonyos, hogy elköteleződést kíván. Elköteleződést jelent egy értékrend felé, az egyéni és közös célok felé és ezeknek a hierarchiája felé. Elköteleződést jelent szabadon a közösség szolgálatára, és meghatározza a cselekvésnek a módját is. Óriási jelentősége van annak, hogy városunkban olyan közösségek, olyan intézmények, a kultúrának olyan intézményei vannak jelen és működnek, olyan személyek szolgálják a közösség javát, a közjót, olyan szereplők vannak városunkban, akik megélik saját szabadságukat, a képességük, adottságaik és elköteleződésük folytán. Meg kell köszönnünk ebben az ünnepi pillanatban a tudománynak, tudományos gondolkodásnak az ilyen nagy és meghatározó jelenlétét városunkban, és hogy ehhez szorosan kapcsolódik az oktatásnak a szolgálata. És azt gondolom, hogy a város ünnepén ugyancsak tisztelettel kell emlékeznünk az egyháznak sok-sok évszázados tevékenységére, hiszen egyházmegyénk éppen ebben az esztendőben ünnepli 1010 éves évfordulóját, ahol és ez alatt az idő alatt számtalan formában törekedtek elődeim, munkatársak, munkatársaim arra, hogy a szabadságnak ezt az emberért, a közjóért való szolgálatát és az ember üdvösségét jól tudják szolgálni. Én magam részéről is köszönetemet fejezem ki minden kitüntetettnek. Az ő személyükért, szolgálatukért, a háttérmunkáért, és azért, hogy volt bátorságuk ezért a szabadságért elkötelezetten tenni, fáradozni. Van egy régi mondás, békesség az érkezőnek, áldás a távozónak. Hálásan köszönöm polgármester úrnak szavait, hiszen tegnapi nappal megtörtént Veszprémi Főegyházmegyében a beiktatásom, és az utódom beiktatásáig apostoli kormányzóként vezettem a Pécsi Egyházmegyét. De hát nyilvánvalóan a munkának a jelentős része az már mögöttünk van. Ezt szeretném megköszönni polgármester úrnak a személyes kapcsolatot is, a város ügyeiben való közös gondolkodást, nyugodtan mondhatom személyes barátságot, hálásan köszönöm. És ugyanígy szeretnék köszönetet mondani államtitkár úrnak, korábbi rektor úrnak, és rektor úrnak is ugyanúgy köszönöm szavait, hiszen ebben az együttműködésben, az 1010 éves tapasztalatban, az elkötelezett szabadságnak a megélésében számtalan olyan pontot találtunk, ahol nem csak együttműködni lehet, hanem természetes módon lehet a jóért tenni, a szabadságért. Ezt hálásan köszönöm. Tehát békesség az érkezőnek és áldás a távozónak. Én ezt a békességet tapasztaltam, amikor ide érkeztem. Éppen 2011. szeptember 1-én köszönthettem itt első alkalommal a közgyűlést, és a közjóról oszthattam meg gondolataimat. Békességgel érkeztem, békesség fogadott, de tudjuk jól, hogy éppen Máté evangéliumából boldogok a békességesek, mert ők Isten fiai. De hát azért nem ilyen egyszerű a dolog, mert ez a szentírási szakasz azt mondja, hogy boldogok, akik teremtik a békét.
nem csak békességesek, teremtik. Hálás vagyok, hogy ebben a béketeremtésben itt részt vehettem magam is munkatársaim szolgálatával. Köszönetet mondok ezért, és most pedig az áldás része következik, áldás a távozónak. Szeretném remélni, hogy mindaz a kapcsolat, a munka, azok a közös alkalmak, amelyek összekötöttek bennünket, ez áldássá válik az Istentől, és remélem azt, hogy az utódom érkezése erősebbé teszi, és az aktuális feladatokban készé teszi, mind az egyházmegye, mind pedig a város életét alkotó és irányító minden szereplőnek az együttműködését. Hálás vagyok ezért, és ebben reménykedem. Hiszem, hogy az áldás Isten teremtő jó akarata, ami szabadságra vezérel bennünket. Nagyon köszönöm, hogy itt lehettem, itt szolgálhattam, és kérem, imáikkal támogassanak, mint ahogyan ideérkezésemkor az a meggyőződés vezetett, hogy 16. Benedek pápa ide helyezett, itt akarok élni, itt akarok szolgálni, meghalni. Ferenc pápa a maga döntésében Veszprémben jelölte ki a szolgálati helyemet, ugyanez a meggyőződés vezet, ott akarok élni, szolgálni, meghalni, és ez a kettő nem ellentétes egymással. Ugyanaz a döntés mégpedig az elkötelezett szabadságra. Jóisten áldjon mindenkit, személyesen is ezt kívánom, és fogadjuk az Úr áldását. Az Úr legyen veletek! Istenünk, aki csodálatos bölcsességgel kormányozod a világot, te bölcsességet adsz a vezetőknek, és hűséget a polgároknak, hogy helytállásuk folytán erősödjék közöttük az egyetértés és az igazságosság. Szüntelenül virágozzék a béke és a jólét. Terjeszd ki híveit fölé segítő jobbodat a mennyből, hogy teljes szívvel keressenek téged, és elnyerjék mindazt a jót, amit neked tetsző módon kérnek. Krisztus, ami Urunk által. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Ámen. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ünnepi közgyűlés házigazdáknak maradt hátra, és hogy kitüntetek nekteknek szívből gratuláljuk. Megköszönjük, hogy jelenlétükkel megtisztelték közös rendezvényt. Kérem, szíveskedjenek felállni az elnökség kivonulásához. Önök Pécs város ünnepi közgyűlését láthatták felvételről, köszönjük megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!